meg dermedt a táj, amerre a szem ellát. A Requiem című számított eszembe, hogy annak idején a Donkanyarban lévő magyar katonáknak miket kellett átélni. Sziasztok, kedves nézők! Hétfő reggel van, sőt most már inkább délelőtt, mert most már ilyen 9-10 óra magassága van, de még mindig nem erősödik föl a nap. Még mindig baromi hideg van, mínusz 8-9 fokot írtak éjszakára, attól függ, hogy ki mit mert behazudni a interneten, időjárás jelentés cím szóval, de hát ilyen mínusz 10-12 volt itt nálunk kint a pusztába. Ugye erről azt kell tudni, hogy mindig 1-2 fokkal az ilyen helyeken hidegebb van, mert a házak között azért mindig melegebb van nekünk is, olyan részeken, ahol ilyen fagymentes épületek közötti rész van, ott 1-2-3 fokkal is jobb idő van, viszont itt kint a prérin, itt sokkal hidegebb, és hát most minden csontá van fagyva. A madárkák azért most már csipognak, dalolásznak, mert a napnak azért jó a melege, de baromi hideg van. Mindjárt folytatom, csak jön egy autó. Na tehát az autó elment. Nézzétek meg, hogy a fekete színen hogy kezd gőzölögni, olvadni föl, hogy csüti a nap. A jeges dolog, egész lehet látni, hogy gőzölög. Na, visszatérve azzal, amivel kezdtem, ugye a Fejbőr című együttesnek van egy ilyen betiltott szám, ez a Requiem, ami a magyar hősökről szól, hogy a kint a Donkanyarba, amikor ilyen hidegek voltak, ugye ott ez már melegnek számított, ott nyári ruhában hogyan álltak ellen a hidegnek, meg az ellenségnek, és ilyenkor az ember meg tudja tapasztalni azt, hogy milyen borzalmakon kellett túl lenni, amikor valaki napokon, heteken keresztül kint van a szabadba, fúj a szél, nincs rendes felszerelés, nincs rendes ruha, nincs rendes melegedőhely, tehát hogyha a melegedőhelyeket is csak ilyen nulla fok környékére tudták felfűteni, elgondolhatjátok, hogy milyen lehetett elmenni WC-re vagy bárhova, ugye nem lehetett semmit kiásni, mert ilyen mínusz 30 fokokban, 30-40, sőt akár ott helyeken voltak mínusz 50 fokok, ott méter vastagságban megfagy a föld, olyan minden, mintha le lenne betonozva, és egy ilyen sima puha föld is betonfelületté válik. Borzalmas dolgok ezek. És ugye ezeket azért csinálok erről most egy videót, mert mai Magyarországon is nagyon sok idős ember van, aki reggelente úgy ébred, meg nem csak idős van, hát nekünk is sokszor van, hogy hidegre ébredünk, mert olyan körülmények vannak itt a tanyán, hogy jelen pillanatban, hogy hát azért vannak plusz 5 fok környéke, amikor reggeli ébredés van hajnalban. Ha valamiért az ember kicsit jobban bealszik, akkor, és nem tesz a kályhára, akkor nem nagyon tudja úgy fölfűteni ezeket a helyeket. Főleg az ilyen kemény hidegeknél ez nagyon hamar le tud menni, akár nulla fok alá is. És borzalmasan nehezen indul be az ember, amikor arra ébred, hogy szúr, fáj a hideg, és úgy kell neki vágnia a reggeli mindennapoknak, és amit eltervezte, hogy meg fogsz csinálni, akár csak most egy ilyet, hogy fogjam a kamerát, és beszéljek bármiről is. Hát a kezem szarrá fagy, ezért próbálom cserélgetni, és a másikat beteszem a zsebembe. Igen, lehetne kesztyűvel, de a kesztyűvel mindig az, hogy megnyom valami gombot, és akkor ha rá akarsz nyomni, akkor nem állítja meg, ha meg nem akarod, akkor meg össze-vissza elnyomkod mindent. És ebből is látjátok, hogy sokszor van, hogy kikapcsol a videó, meg mindenféle hülyeségeket csinál. Úgyhogy ezeket azért mutogatom így meg, hogy gondoljátok el, nagyon sok idős ember van most vidéki viszonylatban, akinek nincs tűzifája, akinek spórolnia kell, aki nem tudja bedugni a melegítőt, meg a ilyen-olyan dolgokat, mert egyrészt nincsen neki, a másik meg, hogyha az bedugja, a gatyáját ráfizeti a villanyszámlára, és retteg, remeg attól, hogyha
túlmegy 1000 forinttal vagy 2000-rel a villanyszámlája, akkor onnantól kezdve olyan összegeket fognak neki kiszámlázni, hogy azt nem fogja tudni kifizetni, és rengeteg ilyen egyedül élő 70-80, de akár 60-as évektől fölfele idősebb nők, idősebb férfiak, betegeskedve, gyógyszert szedve, mindenféle nyűgökkel, amikor az életét végig dolgozta, sok esetben fizikai munkára. Most nem beszéljünk itt azokról az emberekről, akik irodába dolgoztak, mert őnek nem kellett megszakadni, de sok olyan ember van, aki egész életét ilyen időkben kint töltötte, mindene fáj, a derekától a térdéig, az izületeig, minden. Na most annak az embernek, amikor ilyen időbe föl kell, akár fél óra, óra is, mire újra mozgatni tudja mindenét, és pillanatok alatt lehetnek az ilyen embereknek, ha nulla fok alá csökken a lakásba az idő, pillanatok alatt lehetnek vérkeringési problémái, lehet, hogy többet föl se kell, vagy ha föl is kell, hamarabb lesz neki fagyás, elfagy lábúja, ez az amaz, sajnos nekünk is itt volt tapasztalat benne, hogy milyen borzalom az, hogy negyed óráig, fél óráig nem tudsz életet lehelni a ujjaidba. Mónikának annak idején, amikor kiköltöztünk ide, akkor egy vagy két lábúja elfagyott a csizmába, kis lábúja, mert hiába volt betekerve, ugye akkoriban voltak ezek a mínusz 18-19 fokok, néha szerintem még éjszaka itt több is, és hát akkor még zajlott a Duna, és pár napra, tehát elég komoly hidegek lettek akkor egy hétre, és akkor pont volt egy ilyen időszak, hogy ugye akkor kevesebb gázpalackunk volt, és nem volt annyi tartalék, és a ilyen fél-negyed környéki gázpalack, persze mikor fogy ki, a leghidegebb napokon és a leghidegebb éjszakán. És ugye, hát rengetegszer ilyen vizes szerkóba kellett mászkálni, ugye észre se veszed, ez a fagy, ez egy nagyon csöndes, hogy hívják, gyilkos, mert pillanatok alatt lezsibbassza a lábadat, mire észreveszed a zsibbadásból, hogy el van fagyva, addigra általában már késő, és amikor már késő, akkor sok esetben az a testrészed menthetetlenné válik. És ezeket, amikor csak filmen nézitek, akkor így a meleg szobából röhörészik rajta egyet az ember, de amikor saját magad megéled, és átéled ezeket a pillanatokat, akkor már nem olyan nevetséges. Amikor éget, szúr, harap, minden, visítani tudná a fájdalomtól, amikor elkezd visszatérni bele a élet, mondjuk egy szarrá fagyott kezedbe, és borzalmas fájdalmakat tudsz átélni. És ezeknek megvannak a trükkjei, hogy bírod bejáratni, hogy bírod bemelegíteni. Hát ezeket is sok esetben megmutogatta nekem nagyapám. És ott nem lehet azzal foglalkozni, hogy mert fáj, azért nem csinálom, mert ha fáj és nem csinálom, annak a végtagvesztés lesz a végeredménye. Na mindegy, ezek is olyan tényezők, amikről beszélni kell a mai Magyarországon, mert gondoljátok el, akik kis falukban vannak, és ezeket azért csinálom, ezeket a videókat, hogy gondolkozzatok, ha van a szomszédotokban idős ember, segítsetek neki behordani a fát, nézzétek meg, hogy a kéménye jól működik-e, ha kell, ki kell kormolni neki, ha kell, ki kell szedni a tűzhelyből, át kell tisztítani neki a fűtésrendszerét, mert ha ilyenkor nem tud begyújtani, mert nehézkesen megy, vagy fáradékonyabb, vagy bármi, mert ilyen idős korban ezek hamar megvannak, és kialszik neki a tűz, és figyelni azt, hogy ugye azt elég messzire el lehet látni, amikor jó idő van, nincs pára, már látjátok itt a ködös időtől ott a hegyen is olyan pára, vagy nem lehet látni, de azért a füstölő kéményeket észre lehet venni, odafigyelni a másikra, hogy reggel kijött-e a lakásból, este még motoszkált-e, mert akár egy fél órás, egy órás ilyen csúszás az ember életekbe kerülhet. És lehet itt a nagy dumák, hogy imádkozunk érte, meg ez, meg az. Azért a régi őseink azok nem csak imádkoztak, hanem tettek is dolgokat. És lehet imádkozni persze, de amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. És hát ezekre próbálom így felhívni a figyelmet. Már örülök neki, hogy egyre több feliratkozó van, és talán egyre több emberhez el tudnak jutni ezek a egyszerű kis dolgok. És meg lehet azokat a dolgokat oldani. Például reggel úgy jártam, hogy most az egyik ajtónál ugye víz volt, és a küszöbre, ahogy rálépkedett az ember, a,
állatoknak, ahogy lett vízhordva, meg ez az a melegítve, meg ez az amaz, az nem volt éjszaka használva, és alig bírtam be, hát úgy kellett berúgni az alját az ajtónak, mert például befagyott. Na most gondoljátok el, egy idős ember ezt nem fogja tudni megcsinálni, innentől kezdve nem tud kimenni a házból, ha esetleg bent elfogy az egy-két láda fája, akkor onnantól kezdve nincs mobiltelefonja, nincs semmije, ott rohadhat meg a saját házával, mert a kutya nem nyitja rá az ajtót, mert 3 hetente, 4 hetente megy hozzá valaki, az pont arra elég, hogy odafagyjon. És még most igazából nincs is hó, mert pont a hó elolvadt, és visszaállt egy olyan normál állapotba, hogy legalább nem a hó van, de gondoljátok, hogy egy hófúvás bekotorja reggel a ajtót, ugyanígy megolvad egy kicsit, és utána, mert most ilyen hülye időjárások vannak, esik rá egy eső, befolyik a réseken, és azután így belefagy. Azt nem lehet berúgni az ajtót, úgy össze tud fagyni, mintha be lenne heggesztve körbe a fa ajtó is. Tehát nevetséges, hogy ilyeneket így mondok, hogy mintha be lenne heggesztve, hogy lehetne a fa ajtó beheggesztve, de gondoljátok el, az olyan, mintha végig lenne egy vasajtó teli beheggesztve, azt rugdoshatod, az nem fog beszakadni. Főleg egy ilyen keményebb hideg után, az nem fog kinyílni. Ugye nekem csak egy tenyérnyi helyen volt egy ilyen vékony csíkba, egy arasznyi hosszan befagyva, és ráadásul ilyen szivacsos, ilyen, hogy hívják, ami, hogy ne menjen be a hideg, és ez lett vizes, és ez fagyott meg egy kicsi sár volt rajta, és ez pont annyira elég volt, hogy második rúgásra bírtam alul berúgni úgy az ajtót, hogy egyáltalán kinyíljon. Tehát nem vicc ez, és nem játék. Ugye a másik, hogy nagyon sok olyan terület van, ilyen külterületen meg pláne, és ez is visszatérve arra, hogy hol és milyen helyen veszel tanyát, hogyha ha ilyen helyre kiköltözöl, és nincs segítséged, nincsenek társaid, nincs olyan ember, aki ott tud maradni a gyerekkel, vagy akármi, most ilyen időben hogy mész el úgy a gyerektől dolgozni, vagy hogy ér haza a gyerek, hogyha nincsen olyan hely, ahol szépen haza tud menni, mondjuk 5 kilométert kell barangolni gyalogosan, és nincs erre fölkészítve a gyerek, mert előtte kocsival vitted, vagy a villamosról leszállt, átment a zebrán, és benn volt a meleg iskolába. A villamos megálló meg tőletek 2 percre volt, és 3 percenként jött a villamos reggelente. Tehát ez nem az a pálya. Tehát nagyon jól gondoljátok meg, hogy mikor mit csináltok. És azért készítem ezt a videót, és ezt a filmet, hogy például nézzétek meg a Peugeot-nak, még az előbb jeges volt az ablaka. Most, ahogy elkezdett sütni a nap, most már leolvadt majdnem teljesen, itt még láthatjátok, hogy egy foltokban jeges, viszont itt az oldala, nem tudom mennyire látszik a videón, ez még tiszta ilyen jégvirágos. Itt még csak föl se olvassza az ugyan. És ezek óriási nagy problémák tudnak lenni olyan embernek, aki avatatlan. Itt látható, hogy milyen jeges volt az egész talán. És most, hogy süti a nap, azért az olvad. A másik, az autókkal is készüljetek fel arra, hogy ilyenkor, ha bármi kisebb baja van, akkumulátor, ez az amaz, akkor nem fog indulni. Ugye nekünk voltak ezek a moped autók, rendszeresen úgy jártunk, hogy 2-3 akkumulátor volt betéve, mert pénzünk nem volt újra, viszont a régebbiekből, amiket fel tudtunk töltögetni, azokat ilyenkor általában éjszaka becipeltük a konténerbe, föltettük ilyen hungarócelekre, mert ugye alul hideg volt a konténer alja, és akkor még a szalmabálaház nem nagyon üzemelt, mert még sok sebből vérzett, még most sincs teljesen kész, viszont most már azért viszonylag ki lehet fűtögetni, meg egy jobban le lett zárva. Tehát ennek az lett a végkifejlete, hogy egy töltőn volt, és akkor rendszeresen ilyen 2 óránként csereberéltük a töltést, és akkor hosszabbítók be voltak téve a kályha mellé, mert ugye ilyenkor egy hosszabbítót se tudsz kitekerni, mert amikor szét akarod húzni, vagy eltörik, vagy ilyen hurkákba marad így, ahogy össze volt tekerve, ezért azt is betettük melegedni. Ugye, mivel itt ki kellett hozni 60 métert, tehát azért elég nagy kupac hosszabbítókat kellett berakni, melegedni. De hiába, mert hogyha egyszerre kihoztad, mert ugye első hibák, amiket elkövettünk, hogy egyszerre kihozod. Minusz 18 fokba egyszerre kihozod a hosszabbítót, mire az elsőt széttekered, a második, harmadik az már csontá van fagyva, ugyanúgy eltörik. Na most, ha eltörik a hosszabbító,
és elszakad a szál, zárlatot csinál, leveri az automatát, az automatának nem bírod kinyitni a fedelét, mert ilyen havas jeges szar ráhullott, és azt a műanyagot nem bírod fölpattintani, ilyen jegessé vált az egész, akkor eltöröd azt a szart is, ami fedi a biztosítéktáblát kívül, ugye nekünk oszlopon van az áram, és ott kéne visszakapcsolni, vagy éppen akkor elkezded lehelgetni, meg stb., de közben már lefagy az ujjad, közben indulni kéne munkába, és óriási csúszások, tehát ezekre mindre rá kellett készülni, ugye akkor még nem voltak ilyen jó fejlámpáink, meg ennyi, folyamatosan azokból is volt, ami bedöglött, hamarabb lemerült, ugye ez azt jelenti, hogy normál esetben bír 3-4 órát, utána, amikor már kezd döglödni, akkor fél óra, 20 perc, de akár van, amelyik 5 perc után is lemerül, és hát ebből óriási bonyodalmak lettek, és amikor elkezdett számolgatni, hát igen, ebből is kéne venni, abból is kéne venni, akkor kijönnek ilyen 100 000-es tételek, és ugye sose tudsz olyat csinálni, hogy ne hibázzál, és ha valami ebből tönkre megy, akkor nagyon nehéz pótolni. Ezért mondtam azt több videóban is már, hogy azért úgy készüljetek, hogy legyenek tartalékok, és ha van tartalékod, akkor még legyen tartalékba pénzed is, meg minden szírszar, mert tök jó, hogy szétment egy hosszabbító, de amikor nem indul be az autód, mert nem ér el odáig a melegítő, fűtőtest, akkor nem bírod beindítani a kocsit, akkor cseszheted, hogy van zsebedbe pénz, és mondjuk a következő áruház, ahol meg tudnál venni egy hosszabbítót, vagy egy akármit, az mondjuk 15-20 kilométerre van, ami ebbe a hidegbe életveszélyes küldetés, ha nem vagy rá fölkészülve, hogy mondjuk egy szeles, mint amilyen tegnap előtt is volt ez a szeles jeges időbe, mondjuk nekivágjál egy 20 kilométeres távnak, nem megfelelő felszerelésbe, tehát nem megfelelő ruházatba, és mondjuk úgy, hogy már 4 órája a szar kifagyott belőled. Tehát ezekre hívnám föl így a figyelmet, és ezeken gondolkozzatok el, és ezért mondtam, hogy nem mindegy, hogy kitől és miről beszélgettek, mert teljesen más egy olyan család, ahol 30-40 millió forint van a kiköltözésre, a tanya került 4 millió forintba, ráköltenek még 5-öt, és még van 20 millió forintod. Van két terepjáró, meg van még egy harmadik autó, személyautó, van apuci, anyuci mind a két félnek, akit hogyha oda csörrentesz egyet mobilon, akkor akár a világ végéről is eljönnek érted fél órán belül, és megint más az a történet, amikor valaki egyedül neveli a gyerekét, vagy éppen ketten vannak a párjukkal, valamelyik ők lebetegszik, vagy akármi, és nincs kire számítanod, nincs kivel megoldani, és jönnek az egyéb problémák. Ha meg jószágtartásba fogsz, ott meg nem lehet variálni, mert egy ilyen dologba, hogyha egy fél napot te magadat melegítgeted, az biztos, hogy a jószág állományodnak a fele az el fog hullani, mert ilyen esetben őket is kőkeményen éri a hideg, és a kemény kit. Hát nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, hogy érthető legyen, mert a szobából nem fogjátok ezt érteni, aki itt lenne mellettem, és érezni ezt a mínusz 5-6 fok van most. Már egyébként tök jó kellemes, hogy süt a nap, de még egy 2 órával ezelőtt ez nagyon cudar volt, levegőt alig lehetett venni. Tehát teljesen más ez a történés, mint a szobából így átélve, tehát azért próbálok szavakat keresni rá, hogy megértsétek, és ezért nem mindegy, hogy például milyen állatotok van, milyen kutyát szereztek ide, mondjuk házőrzőnek, olyat, aki ilyenkor ki se dugja az orrát, mert a szar belefagyott a seggébe, és nem tud elmenni még WC-re se, mert úgy fázik, össze van valahol gömbölyödve, ez ki se dugja az orrát, vagy vesztek egy olyan kutyát, vagy szereztek egy olyan kutyát, ami ilyen időben is a vaslapra ráfekszik, mert nem számít neki, hogy hideg van, mert olyan vastag bundája van. Ugye régen ezért volt a pulik, a kuvaszok, a különböző ilyen magyar fajták, a mudi, meg a mit tudom, ilyen nagy szőrösebb, ugye például ott van egy német juhász is, ezek mind olyanok voltak, őket nem nagyon érdekelt ez a fagy, jól fel voltak bundázva, akár belementek a vizes folyóba, vagy tóba, tehát vagyis jeges tóba, folyóba, ha betört alattuk, átment ilyen pocsolyákon, nem számított neki, hogy sáros lett,
kicsit ráfagyott a bunda külső fele, de a többi az melegen tartotta. Ugyanez igaz a magyar jószágokra. Ha most ilyen hibrid szarokat vesztek csirkéből, a szar kifagy belőlük, azt felbuknak, ha egy kicsit lefagy a rendszer, meg ilyen kacsákból, meg mindenből. Viszont ha magyar állományt veszitek, és ilyen szabadtartásban van tartva, és állandóan kint vannak hóba, sárba, fagyba, akkor hozzászoknak ez a dologhoz, persze a megfelelő takarmányozással, persze a megfelelő ollal, ahova vissza tud vonulni. De ha valamelyik szülni készül, ugye mert jön majd a január-február, amikor megindulnak a kecskék, birkák, meg gondolom a tehenek is valami hasonló módon lehetnek, tehenek, lovak, hogy szeretik ezt, úgy jön ki nekik az időszak, hogyha nyáron belettek párosztatva, vagy nyár végén, akkor nem májusban, amikor már jó idő van, hanem előtte ilyen februárban jönnek meg a szülések. Ugye ilyen időben levezetni egy szülést se egy egyszerű, mert az egyik fele az, hogy forró az a dolog, amit fogni kell, meg húzni kell, meg stb. Az addig tök jó, de aztán amikor arré fordulsz egy fél métert, az a nedves, véres vagy váladékos kezed, az pillanatok alatt szarrá fagy, vagy a tenyered belül jó meleg, a kívül a kezed feje meg, ami ugyanúgy nedves volt, arra meg ráfagyott az íz, és húzza, szakítja a bőrt, hogy behajtod a kezedet, mert a külső fele, ugye most is, ahogy fogom a telefont, ugye így, ahogy behajtom a kezem, amivel így fogtam belül, az nem fázik, viszont a kezem feje az szana szét van fagyva, meg az ujjaim teteje, meg a köröm, meg a ilyen-olyan dolgok, és ez baromi kellemetlenné tud válni. Ezért kell szépen szoktatni az embernek hozzá magát, hogy nem vesz föl mindig kesztyűt, hanem hogy legyen meg a vérkeringés, legyen meg a hozzászokás, mert ha mondom, úgy költöztök ki, hogy most kijön az ember decemberbe, és akkor úgyse lesz tél, címszóval, erre nagyon-nagyon keményen rá lehet faragni. Mert látjátok, most 3-4 napja, vagy 5 napja most már berecsett ez az idő, előtte jött ez a mocskos esős dzsuva, utána a kosár volt, utána jött ez a havazás, és utána rá az eső, és akkor rá most ez a brutális fagy, és most már innentől kezdve végig fagyot mondanak, és ezért volt probléma az, hogy az emberek hagyják ezt, hogy ilyen lölőféle bitangok játszadozzanak az energiaárakkal, mert most mindenkinek ott van a tudatalattiában a gyomorideg, hogyha most egy 1000-essel vagy 2000-rel többet fűtök, egy kicsit följebb tekerem a fűtést, mert amikor kint csak 0 fok volt, addig elég volt a lakásban 16 fok, mondjuk kettesen egy konvektor, vagy egy akármi, addig most, hogy kint van mínusz 15 fok, akkor már csomagázon kell lennie a fűtésnek, és akkor megduplázódhat, megtriplázódhat a számla. Na most, ha megduplázódik egy hónapban a számlád, akkor egész évben az emeldíjat fogod fizetni, és az meg nem mindegy, hogy mondjuk csak egyszerű számokat mondok, most ne úgy vegyétek, hogy egy lakásra levetítve vagy valami, de ha volt eddig 10.000 forint valamilyen számlátok, mondjuk egy villanyszámla, és elkezdetek ilyen villanyrezsókkal, meg ilyen fűtőtestekkel fűteni, ez fölmegy 40.000 forintra. Na most, ha ezt meglökik egy emeldíjas számlával, akkor 40.000 forint egyből fölmegy 80-ra vagy 60-ra, és ugye mondjuk a legtöbb magyar család az úgy van, hogy 10-20-30 ezeres tartalékokkal rendelkeznek jó esetben, megugrik egy 10.000-es számla mondjuk 40-50 ezerre, azt már nem fogja tudni kifizetni, már ott mínusz 20.000-be lesz, és akkor eldönti, hogy most fűt, vagy eszik. És akkor elkezd szépen lecsökkenteni dolgokat, annak az lesz, hogy rotyra megy az egészsége, elkezd idegeskedni, elkezd feszülködni, és onnantól kezdve bebukik minden. Tehát ezért kellett volna még abba az időben döntéseket és lépéseket tenni, amikor még volt lehetőség. Én ezért mondtam azt sokszor, lehet, hogy már itt a csatornán is elhangzott, hogy egy sereget nem éhesen kell csatába vezetni, hanem addig kell bármi áron csatába juttatni, ameddig még tudtak enni, ameddig még volt felszerelés, ameddig még volt erő, nem akkor, amikor addig-addig visszahúzódni, amikor már az utolsó tartalék is fel van élve, és már megmozdulni nem tudsz az éhségtől meg a fagytól. Tehát ezeken el kell gondolkozni, ezt nevezik kivéreztetésnek, ezt nevezik kiéheztetésnek, ami most itt folyik, ez tökéletesen erről szól, mert vannak egyesek, akik ki tudják fizetni, és vannak, akik meg nem.
És az összefogás az ugyanilyen kivéreztetés, hogy az most nincs, mert hiába nem pénzkérdése az, hogy befűtsél, mert ha van fa, van erdő, van ez az amaz, van fűtőanyag, de nincs hozzá erőd, mert mondjuk öreg vagy, vagy lebetegedtél, megfáztál, vagy akármi, akár a munkahelyeden, akár azért, mert nyugdíjas, vagy akár bármiért, és nincs olyan ember, aki besegít. Ugye volt egy ismerős, pont erről beszélgettünk egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt, hogy eltörte a lábát, fiatal nő, és eltörte a lábát, és az ismerősei igazából tojtak a fejére, és olyan emberek, akikkel előtte egyszer-kétszer beszélt csak, mert úgy találkozott vele, hogy mit szomszéd, ahova oda költözött, vagy ez az amaz, és azok az emberek elkezdtek, észrevették, hogy látták őt mondjuk, hogy be van gipszelve a lába, meg ez az amaz, akkor azok hoztak neki a boltból kenyeret, meg azt, amire éppen szüksége van, amikor ők is lementek vásárolni, elkérték a telefonszámot, és két vagy három ember volt, akire így számíthatott, az ismerősök meg azt se tudták, hogy el van törve a lába. Tehát ha nincs az a két-három ember, akkor ott pusztulsz a házadba. Megállítom, hogy jön meg ilyen kocsi. Tehát ha nincsen ismerős, aki segít, akkor ott pusztulsz a házadba, és nincs tovább lehetőség. És ha nincs tovább lehetőség, akkor nagyon hamar beköszönt a halál. Tehát ezeken kéne elgondolkozni, mert ezek nem ilyen. Tehát még ha valaki elkezd gondolkozni, nem ittam semmit, nem drogozok, teljesen tiszta tudatállapotban mondom ezt nektek, úgyhogy kint állok a mínusz 5-6 fokba, és most már kabáton keresztül érzem, hogy melegít a nap, de ez egy nagyon veszélyes játék. És ezért hullanak honfitársaink, ezért hullanak egyeseknek a szülei, nagyszülei, ezért hullanak fiatalok, középkorúak, idősek, mert szépen ezekbe a dolgokba lemorzsolódnak. És hogyha szépen így lemorzsolódnak, akkor elfogy a nemzetünk. És ha elfogy a nemzet, akkor nem lesz az, aki tegyen azért, hogy itt egy jobb világ legyen. Na, hát ezzel búcsúzom, és mutatom a napsütést. Ez azt jelenti, hogy van remény, van új lehetőség, szépen lehet újra élni, csak meg kell találni azokat a régi módszereket, amivel ezt egyszerűbbé lehet tenni. És igen, most egy egyszerűbb világ lett, de viszont abból az egyszerű világból nagyon hamar vissza lehet esni egy olyan világba, ahol újra a kegyetlen, durva természeti törvények uralkodnak, és a természeti törvényekkel nem lehet alkudozni. Az, amikor oda csap, akkor abból nagyon nehéz felállni. Na, ezzel búcsúzom, sziasztok!